összetöri magát! És Lewis Hamilton megcsinálja! Lewis Hamilton megcsinálja! Na, sziasztok, fiúk, lányok, üdvözlök mindenkit! Ahogy a tegnapi nap is mondtam, ugye, a mai nap folytatjuk a srácokkal itt a youtuberes kópos dolgot. Úgyhogy most fog jönni az amerikai nagy díj, amit, hát, ahogy látom, tökéletesen pont szarul írtam át. Úgyhogy akkor azt mindjárt javítom is itt a címet. Úgyhogy most az USA-mal fogjuk folytatni. Hát sok jobban nem reménykedek, mivel az első szektorban nagyon durván átvágja itt az aja, vagyis átdobja az autót a rázóköveken, úgyhogy 3-4 tizedet biztos, hogy lehet azzal veszíteni. Úgyhogy ja, meglátjuk, hogy mire leszünk képesek, mire lesz elég a teljesítmény, amit ugye tudunk nyomatni. Úgyhogy ja, jövök majd mindjárt vissza ide a srácokhoz, és bár még ők is bejelentkeznek, és akkor csapatjuk neki itt a dolgokat. Közben, úgyis még itt az elején itt szabad edzés lesz, meg gyakorlás, meg ilyenek. Addig annyi, hogy Kornén is, ha jól látom, elkezdett live-ozni, de mindjárt ránézünk. És hát így az elején, amíg ugyan túl sok minden nem történik, addig, hogyha gondoljátok, akkor nézzetek be Kornélhoz is, hogy mi jósággal játszik. Ugye, azt hiszem ez lesz a parancs. Így van, itt megtaláljátok a csatornát, és hát ahogy látom, egy ilyen pár perce el is indította a live-ot, úgyhogy egy kis aranyláz Alaszkában lehet nézni nála, hogyha gondoljátok. Úgyhogy, ja, nézzetek át oda is nyugodtan. Úgyhogy váltok itt képet, adok kamerát is, és akkor megnézzük, hogy milyen csodálatosan állunk itt a ligába. Tényleg az útra fog jönni. Hát Leo és Hamilton között eléggé kicsi a különbség. Ugye, igazából semmi. Úgyhogy nekik még lesz harcolni valójuk, illetve Verstappen is még esetleg elkapható, hogyha úgy jön ki a lépés. Hát én még meglátom, hogy mit tudok összehozni, de már egy futam győzelmem van, úgyhogy már ezzel legalább nem állunk rosszul. Itt mögöttem jön Agent, 132 pontos lemaradása, utána Norris, Leclerc, Ricardo, Alonso, Vettel, és Miki az, aki már 35 pontot szerzett, és így a 13. helyre feljött, úgyhogy szerintem top 10-ben simán beférkőzhet még így a végéig, ha minden jól megy. A konstruktőrivel pedig a Red Bull eléggé vezet, utána jön a Merci, mi az Alfa Taurival, McLaren, Alpine, Ferrari, Aston Martin, Alfa Romeo, Williams és a Haas. Jó. Ugye pályákból, most jön ugye az USA nagy díj, utána fog jönni majd Mexikó, Brazília, Ausztrália, Szaúd-Arábia, Kína és Abu Dhabi. Na, nekint mit műveltél? Semmit. Valami gigszer van a vinyón, és le kell ellenőriznem a fájlok épségének ellenőrzését. Hát de miért? Nem tudtál belépni? Szerintem a játékot sem tudtál elindulni, vagy a játék az elindult legalább? A játék elindult, és mikor belementem a liga menüpontba, azt mondta, hogy verify your files. Faszom. Érdekes. És szerintem megint az lesz, tudod, hogy szerintem lesz egy vagy max két fájl, ami megbolondult a vinyón.
a videódat ki kéne lassan. Közben szia Dani, szia Milán, szia Kristóf. Képzeld el, hogy esetleg tényleg van-e baja. És 100%-osnak írja a HDD Sentinel Pro. Nekem van hozzá licenszem. És mind a, hogy hívják a kiváló, mind pedig a, ez a, két értéke van valami használható. Van a kondíció. Meg, kondíciója, igen. Hány éves amúgy. A másikat azok nem tudom hirtelen. Az nem lehet, hogy a SATA kábellel van valami baj? És itt vagyunk. Szia, hello, hello. Hello, hello, hello. Azért nem gondolom, Sipike, mert egyrészt minden más jó, kettő. Pont ráfrissítette a The Bust, mikor csinálta ezt. Mikor állítottam vissza, tudod, a My Team miatt a fájlokat, és szerintem ott kavarodott meg. Lehet. Miki fájlok épségét ellenőrzött. Szia, Ádám, neked nem engedett be a liga menüpontba. Ajajajajajaj. Na. Azt nem mondta, hogy profiltöveléssel. Nem. Fájlok épségének ellenőrzését kell csinálnia. Csak azzal mondom, hogy ezt megcsináltam még délután. Csak jött közben valami játékhoz frissítés, és ahhoz kezdte el, és tudod, azt megszakította. Kedves srácok, amíg lejött a frissítés. Úgy ez az ellenőrzés is tart, megmutattam, hogy My Team-ben amúgy hogy állok. Játékra kész, jó, oké. De biztos, hogy ott kavar be neki valami, hogy közben jött egy frissítés. Hát van ilyen. Nyugodtan. Mindig van ilyen. Látom, és állítom neked ilyen egy vagy két fájl. Azért csinálja játék. Igen, cheatelek. Hát úgy szeretek cheatelni, hogy nem tudom használni a cheatet, agentöm. Ezért így a szép egyébként. Igen, ez a Red Bull csapat. Tehát egyébként a League menüpontnak miköze van a My Team autó festéséhez egyébként, azt mondjuk nem értem, de... Hát nem sok. Hát a milligánkhoz meg ugye főleg, mert ugye nem is My Team-es liveriket használunk. Nem. Én ezért használom ezt a modulár modzos féle moddolást. Igen, emlékszem a 20-hoz. Azt mondtad, erre megtanítod? Igen, a 20-hoz is. Mert én ezt tudtam meg, hogy hiába nekem ugye ott volt ugyanúgy a My Teamhez a saját egyedi festés, meg minden istennyila. A 20-ba is mindig ez kellett, hogy mindig jött valami egyetlen egy hülye sisakú frissítés, abban a pillanatban mindig mindent kellett visszaállítani. Mámbukó volt az egész. Mikén kicsit így ez a moduláris moddal, meg igazából a... Úgyhogy van egy mods közben, igazából akkor, így állok a egyéni bajnokságban. Kell, itt is kell másolgatni, de nem, nem magát a... ez a... amit te cuccokat, és ahogy látjátok, Johnson Button jelenleg a csapattársam. Majd Sennát akarnám helyére, mert most Button-t ugye leszerződtettem. Nagyon remélem, hogy legalább... Macusita helyére, aki Latifit helyettesíti a Williamsnél. Úgyhogy... ja, igazából ez nem szerencsére. Eddig Button amúgy egy futam alapján több pontot szerzett, mint Macusita az egész szezonban. De... hát konstruktőriből meg 6. helyen vagyunk. Állunk olyan rosszul ott sem. Az a baj, hogy ezt és eddig ilyen eredményeim voltak. Tök mindegy, hogy mekkora neted van, ha a Steam szerverei nem azt akarják, a minyód se olyan már, akkor... Ugye a franciában volt egy kiesésem, ott mechanikai hiba volt, vagy műszaki hiba, de a többinél ott minden faszán működött. Akkor mondta, hogy jó leszed, és ilyen 16 meg 20-szal töltötte a 2000-es net. Ne is. És hát a fejlesztési pontban már azért használtam rendesen. De nálam is ilyen 60 valamennyi a max. De ugye van 500-as. A pénzből ebből én is azért raktam be rendesen. Úgyhogy így áll a My Team-es cucc. Ennek a második szezonját nem tudom, hogy közvetítem, hogy eljutok egyáltalán odáig, de hát lehet, hogy majd az F1-22-ben lesz. Meg egész jó. Úgyhogy így áll a My Team. A festés, hát azt nem mutattam meg, hogy milyen autófestés van, mert az... Hát egy perc alatt 14%. Max, majd megmutatom, hogyha a második szezont elkezdtem. Ha 10 percet kezdted volna, és úgy 14, az már úgy gáz. Igen, mondjuk úgy igen. Sziasztok. Látom, közben gyűltök akkor. Mindig erre gyűlnek össze egyébként. Olyan aranyosok, ha valami nem működik, akkor gyűlünk. Ha valami hát megy, ez, akkor... ez így, igen, nem? Ha valami balhé van, akkor mindig van valami. Igen. Az vonzza a népet. Akkor én se lépek addig a lobbiba, hogy ne számolgasson már itt. Magyar stream szerverek
Steam szerverek túl vannak terhelve. Közben itt pedig megyünk egy Grand Prix-et, egy ötköröset a csodálatos, a bajszos Yuki Tsunodánkkal. Gyakorolgatunk egy kicsit az USA-ra. Ez hogy kéne csinálni, de nem is szeretném mókolgatni. Gondolom valami VPN. Mi a franc van kinn? Nem, nem. Azt be lehet állítani a Steam beállításokba. Lehet állítani? Ugye letöltések, vagy hogy? Úgy mondom én neked. Várjatok már egy picit, mert ordít a kutya, és meg akarom nézni, hogy mi van, mert megvan. Macska! Szia, Tilk. Szia, Kristóf, Marcin. Üdv mindenkinek ide, oda, amoda. Üdv oda is, meg ide is, meg mindenhova is. Igen, igen. Hát na Kristóf, hogyha már Ice Racingként van ugye a My Team-es csapat, akkor csak azért valami olyan feste is van. Én itt közben egy teljen itt az idő, addig megyek egy ötkörös kis Grand Prix-et. Gyakorolgatnék kicsit a pályavonal vezetését. Nyugodtan, szerintem lesz idő többre is. Hát most megnézem szárazon, meg utána megnézem esőbe. 20,000 race fans through the gates. Nekem egyébként hát azt meg látjuk Kristóf. USA setupom, de csak egy válik be. Mert a többinél egyszerűen a második kanyarnál, a szélzenyes után, igen, a második kanyarnál megúszik az autó. Adlógázna. Nálad is ugyanaz volt Leo My Team-ben, nem? Ez itt USA-ban mondjátok? Uh-huh. Igen. ESB-en? Igen. És nem nyomod az overtake-et, hanem csak simán. Adlógáz, de úgy szépen elindul jobbra az autó. Igen, és 20-ban nem csinálja egyébként, megnéztem utána. Mondom, én vagy aki? Nem. És nekem mondtam a srácoknak, hogy 3 setupom van, én is My Team-be próbálkoztam, mert egyszerűen nem akart fordulni az autó. Hát tudom, nem igaz. Akár 50-re raktam a differenciát, akár 100-ra. Nem volt az igazi. Aztán mégis ezt kellett tartanom, mert ez nem csúszott úgy annyira. Elkülönne, de miért volt zöld az autó? A leányzónak az maximum. Az osztrák nagydíjának a rajtjegye. Csak úgy, na, tehát hogy úgy megnézzétek, hogy a 22 hogy áll. Jó, tehát így aranyosan, nem érdekel, hogy copyright, nem, hogy kivágom meg fel, mert ki lehet vágni, ahol van egyezést, semmi gond nincsen. Itt van a... Igen, itt volt egy csomó szarjá, meg Okárék is patronik. Utána raktuk ki. Kimi Räikkönen and Mick Schumacher. Latifi and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. Most itt közben Latifi még Giovinazzit is megelőzte. Ahogy lehet az. Time to go down to the track. Várj, ez a klasszikus. Ja, itt van, itt van. A Netflix után van a... Hát Adam Lehoik meg igazából el is rendelti. Várj, Robin akkor már sörözött? Nem. Nem, nagyon visszatekertem szerintem. Szerintem akkor... Igen, ahogy agenttel beszéltük a új ragadozót, a Prey. Aha, várj. Igen, nem kellett annyira vissza, annyit visszamennem. Írtott a saját gyártású film lesz. Igen, megvan, oké. Ahogy, jó. Na, gyerekek, csoda játék, legjobb, EA Creator Network, ugye ott lehetett jelentkezni erre a szemétre, 22, addig nézzünk egy vizét, hogyha erről egyébként valami külön live-ot akartam, de ott mindegy egyébként, és még úgyis van egy kis idő. Na, itt gyerekek. Lehet látni, hogy be magától beállunk a rajtrácsra. Így van, csodálatosan. Lila. És a lila szín lesz. Lila! Hát én biztos ezt a hülye kaput ki fogom kapcsolni, tehát nekem nem kell ilyen izé. Tudod, ez a 20 forintos bedobom a játékgépbe style. Tehát biztos, hogy nem. De akkor, hogyha nem kikapcsolod, akkor el fogja venni ugyanúgy, mint eddig? Nem, csak nem mutatja. Nem kell ez magát a kaput is. Az első kanyar, és így hoppá! Gyerekek, itt nézzétek. Valami történik. Ahol? A choice is mondja nevet, vagy work in progress. Igen. Na, gyerekek. Itt a csodajáték. Is megpróbáljuk. Itt egy csodajáték.
dugó az M0-as. Hihetetlen egyébként, hihetetlen egyébként. Olatnak minden. És rendesen nyomott egy restartot a jány, hogy na jó van, akkor legyen még egyszer. Újra. Átha. És déjà vu. Ne. Az a sinen autózós büdös kurva annyi, és nézzétek meg. És safety car. Nem piros zászlója, safety car. Ja, meg hát azé, hát a Ghost. Hihetetlen gyerekek, hihetetlen, komolyan. Ghostolás, tolatás. Ghost, tolatás, megállunk, tolatunk, ghostolunk. Ez a izé, ez a legjobb játék, ez nagyon jó sikerült, intelligensai, tökéletes, szuper. Van 6-7 a megjelenésig, az a lényeg. Amúgy ebbe az EA Creator Network-be szerintem mi is majd induljunk, Leo. Figyelj, mert... én néztem meg, mert még lehetett volna regisztrálni egyébként, de annyi, már... Olyan emberekhez eljutott ez egyébként. Tudom. Még lehet. Náluk is kisebbek, tehát. Igen, de már, én már azért nem is akartam, Miki, mert hát már csak nem kellett volna, már hány ingerem lett volna. Érted, már így is hány ingerem van az egész, tehát nézzét, egyébként, ha nézed, a casting kívül, én azt mondanám, hogy ez a 18-as játék egyébként. Vagy a 19-es, vagy a 20-as. Teljesen, minden ugyanaz. Mi izé? Jaj, picit máshogy van a izé, a hogy hívják, a húdja alul. Alul, hát, igen, az megvált. Átlátszóbb lett egy kicsit. Jaj, hát... Az E-s megváltozott az elhelyezés. Én a hátba azt sajnálom, hogy... Masters védő vagy rajongó. Hát de most gyerekek, most komolyan. Én a hátba azt sajnálom, hogy a pozíció meg a idő az így egy rublikába, igen, került bele, nem lehet szétválasztani. Itt most megállítom. Figyeld, ki van írva? Virtual Safety Car Deployed. A jány 300-zal megy a célegyenesbe. Virtual Safety Car Deploy alatt, geci. Érted? Már ez felbasz. Versenyeznek, geci, Virtual Safety Car Deployba. Itt is verekednek a harmadik szektorban, csak kivágta a középső részt. De az itt full gázon mentek, geci. Ez a virtuál safety car ebbe a játékba, baszd meg. Nem undorító? Hát mi a franc ez? Mi ez? Virtuál safety-nál élőben olyan izét, olyan satut nyom mindenki, az tötyög mindenki 120-szal. Nem 300-zal mennek az izét célegyenesbe. Hát hagyjatok már! Hát meg olyan, ugye ez Daninak a izébe is volt a live-jaiba, most amit mostanában tartok. És akkor meg lett írva meg a kommentekbe is, hogy... Hogy... például a hoodot miért nem lehet beállítani azt, hogy valaki mondjuk a 5-öt akar látni a kijelzőbe, de mi van valaki mind a 22-et, és 20-at akarja. Igen. És ez változtató, hát elfér. Legyen. Így hát van. Azt majd utólag van egy patch, vagy legyen újítás. De amúgy is a mi az, hogy OSD customation-be tudod a skálát állítani, és tudod, én is úgy állítom most be a dolgokat nálam, ugye a mod hood miatt, hogy le vannak le van kökentve a kijelzőknek. Én nekem hidingolva van, offra vagy van. Vagy hidingolva, akkor igen. Ott lehetne olyat is, hogy 5, 10, 15, 20, okay. Kész, ennyi. Meg azért a három betűt is használhatnánk nyugodtan. Tehát még ja, az hát, a rohadt közvetítő Uvers. Módban is lehetne három betű, és nem kell kiírni a teljes nevet. Mi a francnak írja ki a teljes nevet? Még az utolsó nevét is elég lenne kiírni, hogy csak mit tudom én, Alonso vagy Fett. Hát a felvezető körben, hogyha broadcast-en van, akkor olyan rövidítetet írja. Na, és ezt miért nem lehet belerakni a rendes, mikor versenyzek típusú? Miért csak akkor lehet? Miért csak broadcast-módban lehet? Nekem az az érzésem, hogy jövőre legalábbis nagyon a jövő, én a következő F1-re leszek kíváncsi majd a 23-ra, hogy ott vajon fognak előre lépni valami hoodilag. Természetesen süti, hát nem lehet csapatot váltani. A FIFA-t vesszük ide. A Liga menüpontban. A FIFA játékokban szinte majdnem minden bajnokságnak megvan a hivatalos kijelzője. Igen. Tehát a Premier League-nek, a Bundesliga-nak, a Spanyol Ligának, tehát még hát az olasz franciát nem merem mondani, de azért a nagyobb híresebb ligáknak már megvan a licensze, úgymond de a kijelzőknek. Lesz FIFA 23? Lesz, igen.
ez az állítólag utolsó. Még a 24 istán benne van a szerződésbe, ezt utólag hallottam. A 23 az fix, de utána EA Sports FC lesz a... Úristen, a különálló, a FIFA, meg mint tehát a futball tövetség, igen. Az meg valaki kell fejeződést köt, és akkor azok is megkapják majd a maga a licenszét. Tehát nem hiszem, hogy a Konami lesz ugye a PES miatt, aki tudja. Valaki új esetleg, de azok meg hivatkoztak arra, hogy akkor is a miénk lesz majd a legjobb focis játék. Hát majd a Codemasters. Na hát igen. Az maradjon az NFS-nél, ahogy olvastam. Úristen, gyerekek. Mikor majd indítom az izét, a Need for Speed-et, és akkor tényleg majd látom Codemasters. Ezt azért még meg kell kicsit emésztenem, aki 94 óta NFS-ezik az első részből fogolja, és az mindizés volt. És a Heat milyen jó volt? Az elején, igen. Igen, az elején. De most hallod, Codemasters fog csinálni egy ilyen glitch post? Nem, Dirt 5-öt. Hát az már van, akkor Dirt haza. De úristen, gyerek, ez Dirt-öt is, te jó isten. Hát de itt jön ki az, hogy végül is, ha azt nézzük, a Codemasters Need for Speed a most, tehát az arcade féle Need for Speed-ek a szintje. Akkor lehet veretni kormánnyal a belső nézőkön majd. Mert ez az F1-ezés, ez látszik, hogy megbukott náluk. 85%. Volt olyan Need for Speed rész, ahol belső nézetből tudtál menni? A régiekben volt. A régiekben volt. Az utolsó az Shift 2 volt. Shift 2? Igen. És utána már nem, mert a 12-ben jött a Most Wanted-nek az a elbaszott része. Utána volt, 13-ban jött a... Igen, és te megvan már meg. 14-ben nem jelent semmi meg, 15-ben sem jelent meg, csak konzol az volt a sima Need for Speed, de a PC-re csak 16 március vagyunk. Annak viszont jó volt a kormányzása, nem tudom mit csináltak, azt akkor megkapta a négyzetre a Will izét. 17-be jött a Várjál? De, 17-be jött a Payback. 18-ban nem volt, és 19-ben volt a Heat. És 20-ba meg volt ez a remasterelt. Hot Pursuit, vagy melyik? Igen, ami azért vicces, mert volt Hot Pursuit 98-ba. Volt Hot Pursuit 2 2002-be. Utána 2010-ben megint Hot Pursuit volt, de nem kapott 3-as, hanem Hot Pursuit. Azt utána most 20, megint eltelt 10 év, az Hot Pursuit. Megint, tehát 3 Hot Pursuit van. 98, 10, meg 20. Na, ennyit a nagy csodáról, érted? Amúgy, amit tényleg így sokan is mindig emlegetnek, én azt mondom, hogy a legnagyobb klasszikus NFS az tényleg az Undergroundok, az 1-2, meg az első Most Wanted. Ja. Ez a trilógia, vagy ez, mert még esetleg a Carbon, még ami oda, ami folytatja ugye a Most Wantedot, de a többi az valahogy voltak próbálkozások, meg úgy talán felcsillanások, de nem ütik meg ezt a három játéknak azért, vagy még az előzőbb, az első Hot Pursuit, vagy a Porsche 2000, meg a többi ezeknek a klasszikus NFS-eknek a szintjét. Nekem azért a Heat az nagyon bejött. A Carbonnak a Most Wanted 2 lett volna a címe, semmi probléma nem lett volna egyébként. Tehát... Ja. A hitetek párszor mindig el akarnám kezdeni, de mindig valahogy nem jutok el. A Rán jó volt, 11-ben jó, igen, a Rán is az még jó volt, azt de szeretem. Az is azért, de ez kurva rossz, vagy kurva hamar vége lett. Hamar vége, igen. Két óra alatt végig lehetett vinni. Két és fél óra, igen. Nefes 3-val játszott utoljára, igen, az a Hot Pursuit 98-ban. Igen. Köszi szépen, Siti Pont, akartam kérdezni is amúgy. Volt. Nem tudom, hogy Leo, te mondtad-e, vagy nekem az Ákos, hogy képzeld el, de szerintem az Ákos, hogy képzeljétek el,
hogy valaki megcsinálta a neten azt, hogyha te nem tudod úgymond kivárni a 2022-es autóknak úgymond a kinézetét, igen, akkor betölthetsz úgymond ilyen ablakos módban, vagy OBS-en, tök mindegy, vagy te mondtad a szárnyakat. Ez a kerékhez. Ez most úgy eszembe jutott, hogy az kész, mehetsz. Meddig elmennek az emberek. És hát így, annó... így jön a pódium videósz, akkor két szárny még. Ja, várjál, ezt eltakarítom. Annó emlékszem, még a 16-hoz és a 17-hez volt haló ilyen PNG-m. Mikor tudod, csak így rácsavarozták egy ilyen szabad edzésre még, tudod. Azt hiszem 16-ban is már próbálkoztak, de 17-ben biztos, hogy próbálkoztak ilyen haló hud izével, és megvolt a PNG fájl, hogy tudom berakni, és kész. És jó volt tényleg. Én még live voltam is úgy, hogy hud, már haló volt a 17-es kocsi. Hát meg ugye, amit én is küldtem, egy szám modderek a F1 14-be csinálták, meg a 22-es autókat, úgymond. Ja, igen. Igen. Na nézzük, be tudok elépni a League menüpontba. Most már beenged szerintem. Az a 15 fáj, nem tudom, az mit jártott egyébként. Hát igen, ez a modolási dolog is, nem értem, hogy... És itt is vagy. Így van. Hogy... maga a textúrát miért nem lehet moddolni? Úgy, mint régebben. A régebben fegyekben lehetett. Igen. Mert tényleg az izében nem nyúlsz bele a datafájlokba, amiben benne vannak a motor, így, meg a mit tudom. Azt kódolja le, azt ne engedje. Vagy ha valaki belenyúl, akkor írja ki, hogy korrupt, nem csatlakozhat. De hogy egy festésfájl, egy textúrafájlba... Azzal nem leszel előrébb. Tehát az csak az adott kasznira egy festést módosítasz, ja. Kész. Ennyi. Igen. Ez azt nem értem, amikor azok az emberek innen, miért használod a vonalat? Mondom, mert szerinted a vonal lassít? Tehát azzal lassabb vagyok, mert vonalat használok? Mondom, azt bekapcsolhatná Dani is. Nem lesz vele lassabb. Semmivel. Hát vannak ugye a nagy e-sportolók, az a járnó, meg a mit tudom én kicsodák, vannak ilyen videók, hogy minket bekapcsolsz az asszisztok közül, akkor mennyit vesztesz vele. És talán a vonalnál egy ilyen egy tizedet talán. Na. De még annyit se. Na. Tehát ha én kikapcsolom az ABS-t, meg a TC off-ot, mondjuk akkor pörgök egy helybe, tehát az 100%, meg nem tudnék leváltani hármasról, bár mondjuk Sipike mesélte, hogy ez az autó még négyesbe is ki tud pörögni egy helybe. Hát ötösbe is. Ötösbe? Hát az megérted, azért... Tehát ugye az megkérdezném, Lendóra ráírnék, hogy figyelj már, ez az autó ötösben ki tud pörögni? Full teli gázon. Tehát nem lesz eső szerencsére. Na. Létezik az olyan, hogy ötödik sebességi fokozatban neked kiszalad alólad az autó? Nem úgy, hogy hanem így mész egyenes és lepadlódod, és akkor érzed, hogy kipörög. Mert nem hiszem, hogy ilyen lenne. Hát az milyen nyomaték az ötödikbe? Hát, igen. Első háromba azt mondom, oké. De négyes, ötösben már nem kéne. Mert Leónak fájlokat kellett ellenőrizni. Andris írja, hogy még hetesbe is kipörög alól. Az még jó. Szárazol legalább. Hát meg lehet oldani, hogy 8-asba is kipörögjön a lóla, de az se akadály ebben a játékban. De hogy? Hát, nem tudom, Codemasterhez kell megkérdezni. Gipi, tudsz adni ezt a tapot nekem? Ez milyen dolog éjjön? Hát igazából tudok. Ha szeretnéd, akkor tudok. Szólj, hogyha mondhatom. Erre lesz. Imádlak, hogy te mindig meglepődsz az ember. 5 rajthelyes büntetés. Így van, már írjuk is. A szárny az 8-7. 8-7. Így van. Hát de... Nekem 9-7. Nekem 9-7. Igen, mindegy, igen. 77-57. Mennyi? 77-57. Na, nekem 80-55. Írja Dage-t, mind a kettőt. Majd meglátod. Nálam 90-50 volt. Jó, mindegy, igen. Minusz... 77-57. De belekavarom agentet, az lesz a legszebb különben. Épes vagy rá. Igen, minusz 250. Nálam minusz 260, minusz 160. Nem is tud annyi lenni, hát az a legkis. Ja, mert amara. Jó, igen. Így van. Igen. Utána 0,07, 0,20.
stimmel. 1-3, 6-2. Negatívú kiambája, tóinó, szkos csószészülkot, de ma kajzendik. 3-7. Köszönöm szépen a 10. Ja, vége. 3-7. Na, nem 2-6. De emeljed, emeld még meg Agent, emeld meg. 3-7, jó lesz az. Ne a 2-6, jó a 3-7. Az elejét nem hallottam egyébként, nem csupa 1-es mondjuk egyébként, de mindig. Hát a eleje az 1-3-6-2. Úristen, a fronta az 6. Így van, a front anti-rollbál az 6. Szia, Tille. A fék a 150. 150, hát nincs is annyi. Ja, 100% meg 50%. Ja, igen. Itt az új patch óta tudom, hogy 50-en kell lenni a féknek mindig. A guminyomás az meg elől 22,6. Nálam 21, igen. A hátsók meg 23,1. Az stimmel. Hát ezt elhiszem, Andris, hogy hiányzik. Jó, én ezt a setupot használtam, most mentem egy 5-körös futamot, ahol száraz pályán voltam. Nem volt. Nem, nyerni nem lehettem, de nem csúszkált alattam az autó. Jó, és ugyanúgy Alfa Tauriban. És hoztad össze? Hát... magadtól össze? Nem, magamtól hoztad, nem. Vagy? YouTube-on van egy srác, aki direkt karrierre csinált így setupokat. Na, és onnan néztem ki. Működik, ahogy látom. Ajaj. Én a házos karrieremben ezekkel a setupokkal mentem, meg a Ferrarisba is, és nem volt vele gondom. Hát mondjuk Andris, neked ezért szabad idő, az ugye az, ami hiány van leginkább, de hát hajrá, legyen úgy, hogy összejöjjön. Köszi Attila. Az a baj, hogy ilyen setupoláshoz úgy, hogy magamtól csinálom, hogy azért hülye vagyok. Én szoktam random össze-vissza húzigálom. De ez a Assetto Corsánál is kiderült, hogy egyszerűen nem értek én ahhoz a setuphoz, hogy tudjam, hogy mit hova kell, meg hogy kell állítani, hogy jó legyen. Köszi Fedus. Egy másodpercen múlt, hogy ne nyomjak rá arra, hogy ezért van, de... megelőzted a dolgokat. Szokásos. Ugyanaz, mi 7 évvel ezelőtt, mikor még a 16-tal játszottunk. Miért kell kritizálni az új játékot? Nem is értem. Igen, sőt, én nálam japán a mérnök. Csak Ferus már eltüntette azt is szép. Nem egyszerűen csak buzik vagyok. Nem értem, miért kell kritizálni. Nem is értem, minek van a vélemény. Nem. Minek az? Én a Minecraft. Igen, hát ez is normális, érted, hogy kijövök, azt ki kell lépnem a izébe, a Logitech-es izébe, rá kell nyomnom, hogy elindítottam a kormányt, igen, azt tudja, hogy tudja a játék, hogy igen, kormánnyal játszok, meg megmutassam neki, hogy nézd, 300 fok, igen, oké. Okay. Mert ilyenkor ilyen 900-on dolgozik. Tehát jól van az, hát na, ja, nem értem, miért kell kritizálni, miért kell kritizálni, nem értem, én sem értem, hát nem értem, teljesen normális egyébként. Az a vicc, hogy mi tegnap, vagy tegnap előtt játszottam a 11-jel. A 11 is ugyanez volt. Ugyanaz kellett léptem a kormánynak megmutatni, hogy ja, hogy izé, hogy ennyi, ez van. Hihetetlen. Mi? Az mi? Egyébként egy kicsit védve a játékot, csak egy nagyon kicsit. Szerintem Logitech baromság, mert nem tudom neked, hogy van a izébe. Egyébként miattam sárgáznak, mert kifogyott az üzemanyag. Szóval... a webkamerát 920-at. Igen, az van. Állandóan be kell állítanom a fókusz meg ilyeneket. Az USB-d nem kap áramot, amikor kikapcsolod a gépet. Ezt komolyan mondom neked. Nekem ez addig volt, amíg nem volt szünetmentesem, és volt valami áramszünet, és akkor tak, mindig mikor kapcsolom be, mondom, nekem a fehér egyensúly ment el egyébként minden. Állandóan állítani kellett a fehér egyensúlyt. És
Igen, Andris. Tudod, ez nem igaz. És utána kiderül, mióta van szünetmentesem, és nem tud elmenni az áram a gépről soha, azóta nincs semmi probléma. De ha kiúzzonám az USB-ből a kamerát, meg visszadugnám, nem lenne fehér egyensúly, megint állíthatnám befele. Nálam is a C922 ugyanezeket csinálja, fókusz mindig autóra rakja, a fehér egyensúlyt is. Mész rá, ez szép, meg nem. Amint izé nem kap áramot az USB-n, onnastól kezdve visszaáll izé. Jaj! Húha, most merre menjek, hogy ki ne zárja? Hát akkor mi lassan a száll az? Úgyhogy hajrá, hajrá! Nem, élvezni fogod majd használat közben az új gépet. Track. De nem álltam meg, bazd meg, megyek 8-a, hagyjál már! Nyomom a szip... Na, eddig Agent, milyennek érződik a setup? Jó. Két kanyarnál zsidul csak meg a kocsi. Nem volt semmi. Olyan aranyos volt most így, így kifolyott az üzemanyag, mentem 50-nel, ahogy bementem a pitbe. Igen. Abba, egyből úgy fölgyorsult az állam. Persze, megjött a tartalék. Megjött a rizik. Csubi adrá tartalékot, tudod, csubi adrá tartalékot. Azt akkor így Star Wars-ba lennél. Mikor húzta magához az izé, a űrállomás őket a mágneses csapdával a Millennium Falcon. Csubi adrá tartalékot. Itt is az van. És mielőtt megkérdezni valaki, uh-huh. hogy miért van nálam két Leclerc és az egyik a házban. Az azért, mert ebben a csodálatos játékban Mick Schumacher ugyanazt a rajtszámot megkapta, mint Leclerc. És csak liga menüpont. Liga mód. Csak ligába. Csak ligába, gyerekek. Hogy ezt is hogy tudják ezt így megcsinálni? De meg tudják. Amúgy ugyanis a setup hozzában amúgy tudok egy jó liga, ha az érdekel. Nálam is egyébként két lec van. Egy piros jelzésű, meg egy fehér. Á, amelyikre én gondolok, az amúgy nem volt rossz. Csak én a lassúságom miatt, meg hogy nem értek a setupokhoz, így inkább hagytam. De amelyben voltam, az amúgy jó liga. Öcskös! Őha! Igen, amit beszéltük. Sárga lett a hátsó szárnyam. Na. Azt sem lehet egyszerűen összehozni, vagy összehozni. Hát most összehoztam, mert ugye neki püppent, ahogy megcsúsztam. Igen, mert elvileg ugye ti úgy állítottátok be a törést, hogy törik minden része az autónak. Hát de reducer. A damage rear wing. Azt mondja. Igen, egy csinálta, hogy reducer, viszont az autó körüli részek, a padló lemezének, az is tud ugye sérülni. Az oldal... has, vagy ez is az oldallemezek, ezek mind tud sérülni. Hát legalább ennyi legyen, de azért működik a DRS, látom, hogy annyira nem sérül. Széttört a hátsó szárny, de a DRS azért működik. Annyi, hát ez egyben maradt. De külsőleg semmi nem látszik rajta, tehát hogy lógna, vagy lifegne, érted 2022-ben egy olyan cégtől, aki 13 éve gyárt ilyen játékot, egy olyat kérni, hogy esetleg ilyen ütközésni. Igen, az azt okozza, ez egy nagyon szép játék. Csak ja, a appoknál nem mindegy, hogy milyeneket raksz bele, mert tudja fagyasztani a játékot. Megsérült. Hova gondolsz?
Nincs. Leclerc most elintézte Lauda kocsiját Monaco-ban. Hát, na, ott darabokra esett a brake disk, tehát az autónak az a... Hát a fényke. Gyakorlatilag. Az meg a másik Andris. Ott volt a kocsi cofatra törve a tárcsa. Úgyhogy na, nem van ilyen. Gyokai, kono shukai de ukeiru. Igen, azt mondja, a vezetéknél kontrollernél ugyanez van, kihúzol a sticket, mindig újra kell telepíteni a visszadugom a driver-t. Igen. Az milyen baj, most megnézzük médiumban. Van esős effekt, meg száradó év, a 21-ben nincs. Tök normális, hogy visszafelé fejlődik, nem? Hát egyébként igen, igen. Ez teljesen normális. Hát ez ugyanaz, mint egyén is egy tegnap a F1-12-vel játszottam, és Agent is ugye pont ott volt, és pont beszéltük ott is, hogy a ottani versenymérnök konkrétan megdicsért, hogyha sokkal jobban állsz, mint a elvárt pozíció, meg ilyenek. Igen, igen, megdicsért, így van. Meg ha előzöl is, mondja, hogy great, minden, tehát nem össze-vissza hadovál hülyeséget. Igen, meg ott például a DRS-nek is sokkal jobban éreztem a hatását az autón. Ezt lehet tudni, hogy az új versenymérnökünket hogy fogják hívni? Nem még, de biztos, hogy egy McLaren mérnök szinkronizálta fel, hogy mit csinál. Hát elég ritka hülye hangja van nekem valahogy, nagyon... Fiatal, nem? Angolul ő lesz, tehát a más többi nyelvről nincs hír. Igen, viszont ahogy hallgattam, ugyanazokat a szövegeket mondja, mint Jeff, csak ugye más hangszínne. Ennyi? Tényleg? Igen. Izgatott talán. Széptiká! Ne viskedjetek már, tényleg ugyanazok a... Hull ugyanazok a szövegeket, hát, mondja, mint Jeff. És olyat nem lehet megkérdezni, hogy hol van Hamilton tőlem. Hát mit szeretnél már ilyen játító, hát na. Hát ez már ilyen nem lehet elmondani úgy, hogy elmondja azt, amit egyébként a játék telemetriája egyébként kiírna, ha nem 5-öt írna ki, hanem 20-at, tehát egyébként is látnád, ugye? És nem lehet külön rákérdezni. Dehogy is. Aztán... Ti ezt senki nem szeretne használni. Nem. Úristen, és 13 év, gyerekek, ezek a játéknak már rohadtul nem elegek. Mondjuk igen, Andris, van egy egyéves előfizetésem, az novemberi kitart, azt hiszem, de jó ideje nem játszottam bele. Rohadtul nem kéne Work in Progressnek lennie, sose. Hát legalább azt írnák ki, hogy mit tudom én, Rebuild, vagy Beta, vagy valami. De azt meg nem írhatja ki, mert 1.0 felett van már a verzió, amit megkaptak Jóstiék is. Mert érted, ha pre-build vagy beta, akkor 0.7, 0.9, tehát érted, az nem 1.0, az 1.0 az már a teljes verzió, úgymond. Legalábbis nálunk, mi úgy tanultuk programozásnál, gyerek, ha kész van a program, az 1.0-ás, kész, az kész. Onnastól fogva csak a javítások jöhetnek hozzá, és azok kapnak 1.1-et, 1.2-t, stb. Hát most is kiírhatnám, hogy a 21-re is, hogy Work in Progress, meddig tart? Hát most meg is csinálom a gyerekeket. Így az lesz a neve. Szerintem még olyan betűkosabb is van. Azt mondja, hogy... Igen. 36-os. Tökéletes lesz. Így van. Ezt a betűkipust használja. Oké. Tessék így. És akkor ennek kell adnom a
azt mondja, hogy egy háttér, egy háttérszín. Imano rattu de rokubante da. Így, egy fél vallája, 86%-ot tökéletes. Így, körülbelül olyan ekkorában van kirakva. Ez berakom ide egy csontot. Így van, itt most újsisak van. Így. Sipike, látom, óriási nagy harc van Mazepinnel. Így van, már gyakorlok az első könyves bevetődésre. Racse van? Hát az volt itt a cél egyenesben egy kicsit. Egy kicsit. Nikitával, hát nem. Nem a tolcsón a bőrét, mondjuk úgy. Ja, egyébként egy szót nem írt egyébként a boxba, semmi, hogy nekem tört volna a hátsó szárnyam is, vagy valami. Hát igen, látom, azt nekem is gyorsan nő. Ja, értem, de nem. Megnézném azt a szerelőbrigádot, hogy hogy cserél neki egy hátsó szárnyat. Egy perc azon. Így. Főleg úgy, hogy nem mozdul senki körülötted, még a 11-ben azért ott serénykednek, folyamatosan operálják az autót. Itt nem, beállsz, az kész, mindenki bámul, mint a birka, érted, az kész, ennyi. Jó van, az... Mi az a lényeg, mi Marduk Petula? Az ott van viszont, igen, tehát igen, az nyugtat meg. Minden rendben, minden rendben. Elég nagyok a különbségek a gumik között ezen a pályán. Ennyire nem szok, nem vettem még észre eddig a tizenvalahány futam alatt. Hát igen, itt azért a lágy, meg a medium, meg a hard között itt óriási különbségek vannak. Nem, nem vagyok Ádám szabadságom, május első hetén voltam is annyi. Hát Ádám, én reggel 7-től délután 3-4-ig dolgozok, és annyi minden nap, ugye hétfőtől péntekig, és annyi. Thank you.
Hát nem, te is már sajátot szoktál hozzá. Gondolom azért értelmezted így. Miki, te végeztél? Hát én mentem minden három. Gumikeverékkel. Na most már. Magatta, この集会でストップだな。Szép Russell hatodik. A mercis ülésre készül vagy. Lehet. Szoftal ment. 2,5 másodperc van a stage-en, ez nagyon sok. Nem csak most láttam itt az izébe. Hát ugye a... Woodmasters féle mini úton. Hátsó szárnyam megint nem lájkolta ezt meg az első. Hol dobod el mindig? Nem, mert most csak meg... Ez most direktes volt. Ez a jövegyeles után. Törést azt. Úgyis csak tovább menne, így meg biztos, hogy nem mozdul érte. Néztek, megállítok. Ott is vagy száma, látjátok? Nem tudom, hogy értem, mert mindig izítok. De ott van a kocsira, 16-os van felfőtt. Szerencsétlen húd így, hogy kezelje le? Értitek? A háztak az autójára is 16-os van ráfestve. A ház autójára 16-os rajtszáma felfőtt. Így van. Azért van nálunk. Leónál is, meg nálam is két röpne. Nem a hood bugos, a játék bugos. Igen, csak én úgy gondoltam, hogy oké, hogy a játékon belül is 16-os rajtszámon mindkettőnek, de az autóra legalább a normális festés. Nem, de ez csak liga menüpontban. Ha liga menüpontban játszasz, akkor 16-os Mick Schumacher is, és ezért Leclercnek írja. Csoda. Itt van a csodálatos védeni való szarotok. Work in progress, tessék. Hát, vagy mint nálad a My Team-be a Perez Hamilton helycsére. Jaj, hát na. Nem. Nem. Az hát. Olyan jót nevettem. Hát, Tök jó lehet, vagy is így, ez csak így nézel, jó. Szükségbe megyek be én is, vagy nem tudom, te jössz be? Én megyek gyors kör. Visszatekered, és így akkorát csattant a fejevel, akkor a hoblokóval a tenyerem, itt a kipasz pisztolyba, az a tipikus... Mindenki rá csak a fejére. Úristen. Wes. Hát ez... Figyelj, jött hozzá, azt hiszem 23 frissítés van a játékhoz már most. Amióta megjelent. Tűnek, hát ilyen izé. Nem. Tehát 23 patch notes van. Ugye volt, hogy verzión belül volt több is, mert... Mit tudom, 16.1 meg ilyen szarok. És... Szerintem játékhoz nyúlásos frissítés ebben a 21-ben. Volt 3, max 4, a többi az mind csak festés magasság. Hát meg valamikor tudod azt, amit elbasztunk az előző patchbe, azt gyorsan hotfixként azért próbáljuk javítani, érted? Próbáljuk is itt a probléma. Hát a deszinkes dolgok az ugye. Hát igen. Azt nem sikerült.
Hát az igen, tehát úgy hotfix, hogy not fix. Az se. No, not fix inkább, ezek nem a hotfixek, hanem not fixek. Hát gyönyörűen itt a 16-os rajtszám. Fekete Dani kérdezi, hogy ez Perez Hamilton, miről maradt le? Mi történt? Mi volt? Nincs befejezve a sztori. ピットアシストオフにしたままピットレーンに入るときはスピードに気をつけろ制限速度オーバーでラインまでの距離が表示されるミクレクラーク目標速度とラインまでの距離が表示されるミクレクラーク。ねえ、でミクレクラーク。はい。 ennyi. Mindjárt kerestem Charles Leclerc-et. Még jó, hogy Arthur Leclerc még tényleg nincs itt az F1-ben, mert akkor aztán hát lennék. Mik Leclerc, akkor Charles Schumacher. Ja, igen, igen, igen. Na, közben megtaláltam Mik Leclerc-et, vagy Charles Leclerc, de igen, Charles. Na. Mr. Csikony agyonvert mindenkit megint. A Mercedes hányat nyert itt Hamilton hetet zsinórban? Úgy tudom, igen. Hú, Bence, az komoly. A barátnőm meg akar majd ismerni téged és a kistesóim példaképe. Hát, Bencém, hiba. Nem, aranyosok vagytok, de nem. Nem szabad. Sosem. Mi az a Work in Progress a 21-ben? Hát ez... Fejlesztés. Fejlesztés alatt van a játék. Igen. Például most azt fejlesztjük, mi is, meg mindenki, hogy hogyan tudnánk visszavarázsolni az embereket a boxfalra. Ugye az még nem készült el még, ugye? Úgyhogy... Igen, hát Work in Progress. Work in Progress van, mert ez nem készült el. Nem volt rá idő még. Amerikában az időmérő délután szokott lenni, ez a... Legalábbis ezek a fények... Úgy értem a délutánt, hogy ilyen 4-5 óra lenne kb. Nem? Igen. Helyidőleg mindenütt 2 óra. Ja, hogy úgy érzed? Ja, egyébként igen, hogy jössz ki fel a boxba, elég sötét van. Mert azt hiszem hivatalosan is úgy van, hogy az időmérőt azt egy kicsit talán később tartja. Ott helyi idő szerint. Hát majd kijöttök, majd látják ott az árnyékolásokat, tehát ez nem ez a... kora délutáni napsütés, hanem inkább ez a késő délutáni. Már megy lemenőbe. Ja. Na, még az egyik mennek ki meg mindjárt jövök. Nyugodtan tedd a dolgodat, Csipike. Úgy lesz. 16 és fél percet van még gyakorlatilag, úgyhogy... Igen, még nagyon várnánk egy Insert People in the Pit Wall patchet, de hát ez nem fog létrejönni. A 22-ben sincsen, azt láttuk a összes videón eddig. Nincs. Nem licenszelhető, tudod? Lehet. Pályánként meg kell venni a licenszet. Arconként. De az átvezető intrókkal majd rajta vannak, szóval nem tudom, hogy csumákolják ezt így. Mert az átvezető intrókot tudod, az EA csinálja, a játékot meg a Codemasters. Ez ilyen 2015-ös McLaren Honda házasságra utaló játék, úgy tűnik, hogy nem értik meg egymástől. Valami van, de nem az igazi. Na, nyomjunk akkor egy gyors kört. Hát, ha nem lesz addig valami cirkusz. Hát most jössz ki, pedig zajik most lesznek már levezetőn, tehát ilyenkor kezdik majd a húckodásokat pont.
jobbra, 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 még mindig jobbra, és itt egy balra, jobbra, várj, merre kell menni, ja, balra. Oké, okay. Lacik, a GPS-t föltetted? Nem, csak hogy el ne felejtsem az első szektort. Sok a kanyar benne is. Nem tudom fejből. Az kiskoromban mindig mondja, balra, jobbra, és akkor így. Utána megegyeztem. Utána meg jó, mert egyenes. És már itt vagyok a másik szektor, úgyhogy ez a legkönnyebb pálya az egész naptárba tudok. Na, az AI csinálja már a munkát, vagy még nem? Még eddig? Már csinálják. Van valami? Télegyenes utáni kanyar. A csikicsuki ne. Ott kezdődik a csikicsuki, ott áll. Jaj, de szép. Okon gurul. Most tudom mennyivel. 30-a. Schumacher meg Okon, igen. Hát úgy kell. Most csatlakozik hozzájuk még három kocsi, ha jól látom. Ilyen Schumacher, meg az egyik Aston Martin. Köszi fiúk, ügyesek vagytok. Ja. Ne menjek el második gyors körre? Nem fogsz tudni. Hát most engem elengednek, de hát igazából jókor. Idézőles jókor. Az Okon meg vérszemet kapott, és úgy jön utánam, hallod, mintha így elakasztotta volna a húskampót. Érzi a szagod? Igen. Menekülök előle. Hon nem értem utol ezt a csodálatos bandát egyébként. Most ott a kanyarba járt rána, úgy látom. Persze, hogy akkor izé fogom utolni, amikor lila szektoron van, hát ugye miért is, nem? Ja, hát persze, Lajos, tologassátok a... Ijjétek már innen. Tologatják, Lajos? Igen. Ez az Marduk fiam, gyere te. Ó, még bólogatott is, hogy kirohant. Utolsónak rohant ki a boxból. Rábólintott a emelősre. Neki csak az a dolga, hogy visszaviszi a boxba az emelőt. Ez így, hogy hívják be? Hátba veri? Hogy, na, azt ennyi. $1 millió zsebbe, kész, ennyi. Igen. Egy válba veregetés. Hármas szektorban van, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kocsi. Igen? De felsztappen egy... Jön egy ház mögötted viszont. Már itt eljérezett le, úgyhogy... Ja. Ja, én már igen. Akkor mindegy. Én vagyok az egyedüli még, aki nem ment kell. Nekem most állt félre az autóm. Közülünk. Ó, oh, Maximilian Arturo professzor ment egy első helyet, ez igen. Maximilian Arturo. Igen, mert valamelyik héten néztem végig a Sliders-t újra. Szigorúan telefonon, kis headsettel, és az Ida videón van fent. Azt kell mondjam, hogy jó volt, és a kis Maggie Beckett jár, még mindig jól néz ki. Agent úgyis tudja, hogy kiről van szó. Kicsodáról? A kis Maggie Beckett jányról a Slidersből. Nem vágod?
emlékszem a sorozatra, meg a főszereplőre, a szakállasra is, de most Csajci az ügyvédben. Az akkor csatlakozott hozzájuk, amikor valami pulzár elpusztította a földjüket, azt éppen el tudtak menekülni, vagy mi volt. És volt egy kis csaj, az utána már nem volt velük, és helyette egy sokkal jobb nőci volt velük utána. Hát majdnem keréktörés lett. Kigyorsításon több volt a gáz, mint kellett volna. Szerencsé, hogy hátsó kerékkel kaptad el, az nem tud nagyon kitörni. Hát meg a jobb első kerekem is nagyon közel volt a falhoz, a szárnyom az bánta is. Hát nem az a baj, hanem az, hogy 20. sípike. Hát igen, most lett az első gyors köröm, de így még ez nem lesz. De a halátom tényleg nincs ott a őzi az előlapocska. Mi az jobb oldalt? Az oldal lap inkább, úgy mondanak. Igen, hát narancssárgára tör. Igen. Pedig kb. Egy 10 centis kis lapocska tört le belőle. Az már narancssárga neki. És ilyenkor lenne jó, hogy odaállok a box előre, cserik a szárnyat, azt már mehetnék is tovább. Így van. Ja, meg egy gyors új friss gumit fölpattintanálak ott. Hát, még hogy a friss gumi nem is lenne, meg azt lenne baj, de így, hogy betologatnak, meg ilyenek, az így nem. Csak a 19-es F1-nek a hülyesége az, hogy például Q3 végén egy olyan 5-6 tizeddel javít az AI, viszont te egy tizeddel se tudsz javítani? Vagy ez a többinél is így van? Mindegyiknél. Hát, érezhető mindegyiknél, igen. Én mindjárt jövök. Oké. Okay. Kakálj te is egy nagyobb kiendőt. Így is van. Így is van. Most már lehet, hogy kellene várni, mert kicsit bekapcsoljunk. A klimatika az változók, egy picit bekapcsol. Progress. Senki nincs kín, ugye? Szerintem nincs, majd mindjárt én megyek. Hoppá! Közönséget bírom még itt a pitfall felett. Ja, hogy hullámoznak egyszerre, hogy ezt csinálják. Faszba mentétek azt az időt, ennyit két Red Bull. Mi, hogy? Hát 32-es, 33 eleje. Hát, te is ott vagy. Meg hát ott van Hamilton tőlem 80 ezredre, hát akkor te is tudsz annyit menni. Hát látod, ha ő tud, te is tudsz. Ja, csak hát te nem úgy tudok, mint ahogy te felszállt pedig. Hát ja, igen, az a 3-10, pontosan így van. Az első számú pilotákkal nem lehet mit kezdeni, Agent, ezt te is tudod. Verstappen meg Mitch Schumi között az a 5 másodperc. Az elég Schumi, nem? Az az eléggé 105%-nak kívüli, nem? 5 másodperc. Az még nem. A 6,87 másodperc szokott a 107-en. Igen? Igen. Jó, akkor szerencsé van, mert csak 5 másodpercet kapott. Az még nem. Az még teljesen jó. Ez csúnya, 5 másodperc körönként. Hát az igen. Ez az már úgy elég vastag. Ő
lehetőleg gyors körön. Vastagon fog a Fields úgy, igen. Szia Patrick. Való életben azért nincsen ekkora, azért a leghosszabb. Á, ennyi, mint például Russell, tehát ez a 3 másodperc. 3, az a maximum a első és a 20. között jár. Régen volt, tehát régen tényleg voltak ilyen 6-5-6. De ha ezért 90-es években. Így van, 90-es, hát igen. 2000-es években sem volt annyira jellemző. Mondjuk a Minardi még tudott akkoriban csodát csinálni ilyen szempontból, mert ott azért volt ilyen. De így 2006-7 körül már nem. Ott már nem volt az jellemző. De ennek a nagy csodája is tudója, Ricardo Rossi barátunk a 90-es évek végéből, aki rendre Tirel Fordot nem tudta egyszerűen. 16 nagy díjból azt hiszem, vagy 8-szor biztos, hogy nem tudta ezért kvalifikálni magát időmért. Ezért tört. Egyszerűen olyan lassú kört ment, hogy 107%-on kívül volt. Hát a HRT-sek közül is volt ilyen, aki nem tudott olyan jó időt menni, csak végül mégis engedték versenyezni, na? Igen, ott kegyelem volt. Vagy nem tudom, hogy bármelyik Codemasters-es játékban volt 107%-os szabály? Soha. Nem volt. Soha, 13 év alatt egyikben sem volt. De azt hiszem, az még a izében sem volt, a GP-kben sem volt, nem? Tehát a 107. Nem. Na, Schumacher 5 pozíció. Én úgy tudom, hogy nincs is már 107%-os szabály. Már nincs. Szerintem nincs most. Schumacher illegál blocking volt. Miki, hogy lett 9. Hát itt volt mögöttem. Sipi lett a 9, nem? Nem. Én végül 11, vagy mennyire csúsztam vissza? 12. 12 lett Sipike. Éppen bejutott. Azaz Roland, hát ez egy kicsit határozott mozdulattal. Úgy gondolta a versenyzőtársunk, hogy megfordul, de nem jött neki ez össze. Volt ilyen Monakóban az időmérőn, Ricardo Rossi barátunk. Nagy magic volt, az biztos. A mágikus emberke. Na, nem tudom, ki merjek-e menni egyből így Q2-re. Én akkor még kivéhetsz, ha a második körben állok meg. Szia, Wolf. Médiumot megéri bekockáztatni? Csak köten jöttünk. Már megyünk. Hogy az előző körben használt gumim voltam. Nem tudom, hogy megérné a médiummal próbálni azzal rajtolni is, de... Norris, Vettel, Raikkonen, Ocon, Verstappen, The Agent, Hamilton, meg Leo. Hát akkor ők utánunk jöttek ki, mert az első öt a pályán mi vagyunk. Hát csak, Dani, hogyha meg két kiállás kéne, és úgy kéne, hogy lány médium, akkor meg legalább van egy friss. A tizedik még. Ja, hogy szerinted nem jutok be, Kristóf, még a lágyásra, köszönöm szépen a bizalmat. Nagyon kedves fiatalember vagy. Kapott egy időt, vagy ilyen töröm. Nem tudom, ez a része működött pedig a hardnak is, nem tudom. Mert fogalmam sincs, mit csináltak vele a fiúk, hogy ez mi lett. Persze, Kristóf, utólag már lehet, hogy tényleg egy médiumra írtad, persze. Meg inkább a lágyja próbálkozom. Ilyenkor már a hátul voltál, a tizedikhez mérte a különbségedet, az óra, nem az elsőhöz. És most az sem. Hát nem, tényleg nem tudom. A rajtszámodat beletolja a nevedbe. Úgy látom, jó, hogy itt hozzá volt. Már. Igen? Valami ott nagyon tömörülés van. Szerintem csak ennyire egyben vannak a pilóták most.
Amiben vannak? Hát, igen, mert még gyors körön vannak, még most nem lassítgatják egymást. Vagy miután átmentek a célvonalon. Most volt a cél egyenesnél. Verstappen meg Ricardo van egymás mellett, hogyha minden igaz. Jó, itt fejed van hozzá. Ó. Azt szépen kikerülted őket, Agent. Muszáj volt. Ez hihetetlen. Hányan voltak ott? Hatan? Heten legalább? Hát a hatan szerintem. De rohadt lassú időt mentek ezzel viszont. Hát 32-eset mentek a Q1-be, most meg 34-eset mentek. Vigyázz Leo, mert valami meg Mercedes meg. Ű! Hua! Ez anya! Ű! Volt egy izé, volt egy rés. Na, de hát oda van az idő, hát. Csendben van, csak nyugodtan. A 8-asban nincs hangja a motornak. A 8-asban mész 90-nel, 100-ra. Srácok, ezt ti is láttátok, hogy ott a balos kanyarba szikrázott a hurka? Úgy főráztam a fiókat. Ilyenkor szerintem ilyen elektromos motor megy. Hallom, meg megy a elektromotor. Kár most az első szektorról fura volt a csikicsukinál, hogy a balos kanyarnál, mint hogyha szikrázott volna a hurka. Folyamatosan, úgyhogy nem volt ott senki. Igen? Nálam úgy nézett ki, ahogy elmentem mellette. Forma-e? Hoppa, villamosra megjöttem közben a boxba. Hoppa, megjött a hangja. Na. Jó, Balázs, tényleg úrja. Palik Laci mondta, hogy aki a káoszban megtalálja az ösvényt, az világbajnok lehet ebben az évben. Szóval még mindig driver at risk be van. Miközben jól látom, egyébként 13-dik. De egyébként ilyen aranyosan nyílt 15-diknek. Úgy az hihetetlen. Igen, 15-dik az a eredeti Leclerc. Még nincs ideje. Jaj, értem. Most viszont megögöttem, úgyhogy ugye biztos feljön. Aha, negyedik. Köszi István a rázbütet. Agentöm 202 ezredre vagy tőlem, 33 feles idővel, nem? Hallottam az előző sessionban, hogy mi volt a problémád végül is akkor? Mert ha jól emlékszem, valami úgy hangzott a mondat, hogy
hogy az Istenbe lehet 33 közepén végig menni? Igen. Kérlek, folytatom. Nem, 32 végig. Hát 32 végét mentek Verstappen és Hamilton. Én már 33-asat mentem, és mint ahogy most is, szerintem lassabbat mentem, mint egy Q1-be. Igen, folytasd kérlek. Igen. Én javítottam egy tizedet kb. Vagy kettő. Na. Erről van szó. Igen, már 390 ezred volt kb. Köztünk. Különbség. És megkockáztatom én is, hogy hát, ha nem esünk ki. Egy aranyos múlva. Figyeljetek. Siki se fog kiesni azzal a 33-8-szal. Igen. Sipi megint altat nagyon utolsó pillanatra hagyja. Nem, csak inkább hagyom, hogy az aik 6 szórakozzák ki magukat, én meg majd így szépen majd így megyek. Jön be a 16-os rajtszámmal levő Leclerc. Csak tényleg olyan fura, hogy a Q1-ben Verstappen ment ugye a 32 végét, a Leo 33 elejét, és most meg a 33 végét tudjuk éppen. Igen. Hamilton szerintem még fog javítani. Hát ez biztos, az kijön még, mert az médiumon ment. Ki a 15-dik egyébként? Nálam még mindig Stroll egyébként. Stroll. Ő egyébként tényleg a 15-dik most? Igen. Jelen Vettel, Ocon, Ricardo, Raikkonen és Stroll. Jó, akkor a játék megelőlegezte neki ezt a izét. És várjál már, a kör ideje az tényleg 1.35, 7.34? 3.54. Nem, 3, így van. Igen? 1.35, 3.54. Ja, tehát egy 4 tizedet javult, vagy legalábbis az a 7. Értem. Hozzá képest plusz 2.0.11-jel lemaradt. Oké. Okay. Jó. Verstappen még biztos fog javulni, Hamilton is tuti fölrakja a lágyat, aztán derénk ugrik. Ricci is elég gyanús, hogy ott most 13. Gasly most hanyadik helyen van? Gasly kérlek szépen, azt mondja, hogy a 9. helyen 951 ezredre van tőlem. Az lehetett. Miért? Pedig annyi volt. Oh. Ricardo 5. Egy ötös. Hát Lajoska csak felugrott elénk, ahogy mondtam. Igen, first. Hát ő elég rendesen beadott egy kúpot, ahogy látom, 6-10. Verstappen meg médium. Igen, ne, azt hiszem fő. Médiummal jobbat, mert Verstappen, mint a lágyjal, mert a lágyjal top 10-en kívül volt. Nem, hát 9. ancient. Miért lenne, hát, miért lenne jobb? 10-valahanyadik helyen volt a lágyjal most még az előbb. Ricardo illegál blokking. Mi csoda? Kim volt? Látod. Hadd nézzem a részdirektor. Várjál. Hol van? Persze, igen, látja, 34-5 ment, médium a 33-9-öt. Igen, hát az jó. Jobbat ment médiummal. Ja, igen, jobbat ment médiummal. Igen. Jobbat. Jó. Igen, jobb az ment, baszki. Azt te vetyár mindent. Ki esett? Gasly, Ocon, Vettel, Räikkönen és... Stroll. Ja, hát... Strolli-molli, gondolom. Stroll lesz, mol lesz. Hűha. Na, nálam már megint ki van írva. Driver at risk, Stroll. És ez a 1.35, 7.34-et, ezt nem tudja elengedni a húd. Ezt egyszerűen képtelen elengedni, hallod. Lehetetlen. Hát a Stroll nem kiesett. Hát azt mondom, hogy na. Hát ez egy ilyen... Hát mert ez ilyen, most ilyen... Poén húd, nem tudom. Valami nagyon csúnya frissítést kell majd csinálni. Ezt a Stroll. Megőrülök. Baby Diggy,
ilyen Strollt. Há, hogy nem. Troll Driver at Rix 15. Foreverbe ott van. Restartolod a hudot? Ah, már most nyomtam. De nyomtam már az előbb is, azt nem. Tehát Troll az... Troll. Az kell. Meg ráadásul ugye... Amerikába szeretik. Eddig úgy volt, hogy a... Amikor bejöttem a boxba, ugye nem kell kinyomnom a... Helyes chat, hallgassatok Kristófra. Hanem kikapcsolta magát. Tessék szavazni. Nem, most már nekem kell kikapcsolni mindig, ha úgy gondolom, hogy ne látszódjék. Igen, mint a neked most keveredett volna ez a másik fajta, amit én használok, meg az nem. Nem tudom tényleg, hogy most ez is mi van. Teljes káosz. Hosszú egyenes, mert ugye megvakulok, ha olyan napsütés van. Igen. Az VR-ban is érdekes lesz, ahogy láttam. Marduknál hallod, hogy VR-ban nem lehetett vezetni a napsütésbe. Olyan bagos. Igen. Ja, bagos? Azt hittem, hogy annyira zavaró az ilyen. Hát zavar, nem látod semmit, egy nagy izé volt, egy nagy napfény volt az egész kép. Helyes, srácok. Nyomjátok nyugodtan a szavazatokat. Te olyan bagos lesz a VR-ja, hogy az valami őrült a nap, a fény miatt. Hát csak betetted magad elén. Pedig most mentem egy olyan kört, mint te az előtt. Na. Hát a D-csöt. Igen ez. Tudom az Aimi csinál az első szektorban, mindig kapok tőle majd 4/10. Úgy indítok. Hát a rázóköveket meri használni rendesen. Ja. Hát meglátjuk, Kristóf, hogy egyáltalán tudok-e többet összehozni, meg most azon gondolkozok, hogy két gyors kört menjek, vagy egyet. Tankoljam meg egy kicsit jobban az autót, és próbáljak meg két gyors kört menni egymás után. Mennyire nagyon nem kopik a gumi, és meg lehetne próbálni. Szerintem. Nem, szerintem is megpróbálom, veszíteni valóm nincs.
Még ez friss gumi volt, meg is nyomtam a kört, úgyhogy meglátjuk. Tipik, ez akkorát altat, hogy innen hallom a horkolást, hallod. De most miért? Hát ebben semmi altatás, nem? Nem hiszem el, hogy 1,1-del vagy lemaradva. Hát pedig most ugyanolyan kört mentem, mint a Q2-be is, és eddig nem volt egyszer se, hogy ne nyomtam volna hotlapon, meg standardbe, DRS-re mindennel. Egyszerűen az Alfa Taurinak szar a kasznia meg az aerója ebbe a sok kanyargós részbe. Mit mondtad? Jaj, az AI vagyok most. Igaz? Nem, nem így kell, nem így kell csinálni engine-t? Várj, akkor állj meg. Egy hibrid üzemmódban nem tudok annyival jönni. Állj esetén, hát megpróbálom. Hallasz motor hangot nálam? Semmit, az enyémet hallom csak. Igen. Mellém. Ről miért nem hallod? Felváltottam 8-asba, és nincs, akkor nincs a kocsinak hangja. Hát ha 70-nel megyek, 80-nal, 8-asba, akkor nincs a kocsinak hangja. A tiéd meg ordít. Hát a fordulatszámod ilyenkor mennyi van? Az enyém 1-esben. Ilyenkor 3600. Akkor nem azért nincsen hangja? Azért, persze. Vele 4000. Hát 4500-5000-nél már kezd valami jönni. De ezeknek a kocsiknak egyébként nem tudom mennyire voltatok élőben így boxban, hogy ennek azért alapjáraton is van egyfajta hangja azért. Igen. Még így is, hogy fos motorok vannak benne, ahhoz képest, ami volt ugye korábban. 147-nél sincs még hangja. Na és itt jön meg a hang. István, köszi a 100 bitet. 3600-on már lassan le kéne fulladnia. És az anti-stall van, nem? Agent, mi lett veled? Ti így azt mondjátok, hogy menjek neki? Mi így befejeztük, Agent. Ja? Mi úgy döntöttünk, hogy... Én annél biztos nem tudok robbat venni. Én még nem akarok. Nem, én sem tudok. Szerintem Zsipike meg én még neki próbálunk. Hát én most az első gyors köröm vagyok, megnézem. Két egymás utáni körrel tudok-e javulni, vagy nem? Köszi.
Kárga a második szektor. Éj, nem sikerült javítani. Egy tizet. Nekem sem sikerült a másik kör. Azért hagytam ott. Ki ez még jól lehet a második szekt, vagy a harmadikat jól lehozod. 6-10-en te jobb eddig. Na most. Az igen. 5. Megelőzte Csipikét. Hát úgy tűnik, Kristóf, igen. Köszi. Most mindenkinek kommunikét? Ja, jó, oké. Obró, köszi a 2 hónapot. 32 feles időket mentek. Az szép. Így van, Siti. Köszi, Wolf. Hamilton és Verstappennel nem fogunk tudni bírni. Hát ők teljesen külön liga. Na. Az gyönyörű. Micsoda? Stratégia, gondolom. Igen, ez... Drive as hard, as fast as possible to get the most performance out of each set of tires. Okay. Még talán az a szerencsé, hogy nem lesz leső. Hát megnézzük, srácok, hogy kopik a gumi, de lehet, hogy a 3 maradunk. Akkor ez a lágy hard taktika legyen. Meglátjuk, meg az üzemanyagból azért nem veszek ki már sok. Hát igen. Ment valaki mosdózni? Nem. Én is vagyok. Én is itt vagyok. Mehetünk, mert én is sem. Mármint én kimentem, amíg lepett az idő. Mikinek kell, most mondjuk. De csak egy 10 másodperc. Menjél csak, menjél. Az nagyon gyors lesz akkor. Hát a hudot cserélem, mert valamiért ez az új izéve most megint berakja ugye az időmérő kinézetet. Ja, uh-huh. Így van, srácok, szavazzatok még, amíg tudtok. A szavazást ezeddel lezárom. Mi megint a... Mi a szavazás, vagy mi a kérdés? Hát nálam az, hogy kivégez legelőrébb a futamon. Nálam is. Nekem az, hogy agent befejezi a futam. Nem, nálam nincs semmi. Nálam sincs most semmi, most nem. Mehetünk közben. Hát nem, hogy itt a indító oszlopon 12 óra 34 van felírva. Így van. És az első 10 helyre senki nincs felírva. De amúgy szerintem az nem 19.34, hanem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baszki, tényleg, asztalon. Úristen. Jó, nem mondok semmit.
Én meg nem, most az üzemanyaggal nem számoltam el magam. Én hozzá sem tudtam. Hát én levettem 1,45 pluszra, hogy csak annyi legyen benne. Én is másfélre vettem le. Azt a 2,5-et azt egy kicsit sok álltam, amit belerakott. Igen. Majd spórolunk, Sipike, ennyi. Azaz. Köszi, Milán. Verstappenen kívül az egész mezőny szoftan indul. Igen, mert ugye ő elég bivait ült, ment médiummal. 9. lett. Kettőbe, igen. Köszi, Kristóf. Na, a levegő 20, a pálya 29 fokos. És nem lesz eső. Szóval nem tudom, hogy végig ilyen felhős idő marad, vagy majd kisüt a nap? Közepéig. A végén kisüt. Köszi, lassan. Ú, Süti, hát hogyha én nyerni tudnék ezen a pályán, hát... akkor eldobnám az agyam. Itt egy dobogó esetleg, hogyha összejön, de győzelem, az nem. Most ahogy felszeppen kiesne, úgy nem lenne rossz kedvem. Hát azt állítom. A My Team-nél megtörtént. Ja, igen, nála kiesne. Hát lehet, Kristóf, hogy kevésbé fogyik majd a lágy, így, hogy felhős az idő. Miért nem akkora felirat van nekünk hátul a hátsó szányra írva? Hát itt az volt. Mert ugye Amcsiba a Hondát Akurának hívják. De hát... nem itt Amcsiba volt ez a fehér festés? Nem, az Törökországban volt. Törökben volt, Japánban lett volna, igen. Ó, ez az lökeg, gyere belém. Igen, most sikerült összehozni, hogy így egymással vagyunk. 3, 4, 5, 6-ba. Okay. Hát, fele nem csinálhatsz, csak én a csípőset nem szeretem. Srácok. Sok sikert, törés mentes futamon. Így van, köszönjük szépen. Reméljük, mi nem állunk meg a kanyarba, mint a leányzónál. Ha lesz valami, megállok még így. De jó volt így. Egyen, te körbe kaptad a maradjasra. Hú, de kis fordult alólad a kocsi! Azt a mindent, így megbicsaklott az eleje. Hát igen, mert rámentem az ugratóra. Azt a meg azt mondta, hogy collision mit leugró, de hát egymáshoz se nem is, nem is volt... Semmi. De gyorsan meg is nézem a szárnyomat. Semmi nem volt, Agent. Semmi hát, nem... Tudom. Köszi, Wolf. Hozzád nem értem. Deszink. Hát direkt hagytunk helyet egymásnak, annyit, hát, mint az állat. Ökéletesen elértünk mindenhol. Csak talán a játék kiírt, hát mondom, mi a jó Isten. Nem volt semmi, nem biztos, hogy nem érte hozzá. Tudom, hát de figyelj, tudod, akkor már kocsin betűnt volna, vagy valamit. Hát, na, az meg a másik. Semmi nem volt szerencsére. Hát hittem sikerül lerajtolni Verstappent a médiummal, de... Vehicle condition? A gép az ajnak énkor olyan szélár nőttem, ahogy összeszarod magadat, én meg... Kurva jól kiugrott a kocsim az övéhez képest. Uh-huh. Szélárnyék, ers minden, és egyszer még betenni se tudtam mellé. Mik irlant, hogy szenzáció, és azt mondtam, hogy kívülről vagy onnan fölülről. Igen, vagy... kívülről. Mi is azt láttam, hogy... Én is jól elkaptam. És azt láttam, hogy jön a piros nyíl, amondom arra nem húzódunk. Aztán megláttam a piros nyílat eme oldalról, amondom arra sem húzódunk, azt így középen maradtam. Így a piros mögött. Autót is láttad? Igen, aztán a piros oldal ott maradt oldalról, a feketé is eme oldal volt, de aztán a kanyar után visszavette AJ, mert nem akart collision-t. Persze, hát ebben a csiki-csukiban nem mentem be mellé. Hát itt nem szabad lett volna. Így is, hogyha én ott nem izél, hogy Mikivel egy kicsit ott kakaskodnék, akkor a rázókon miatt úgy elvitt volna, mint az IC hallott, kész. Megsálltunk volna
Miskolcig. Na csak azt mondtam, hogy tyú, így fogja azt így át, ezért. Átrepült szinte előttem. Nem tudom, Kristóf fett egyszerűen rohadt jót rajta. Tényleg Sipi, te hajadik. Nyolcadik. Sipike nyolcadik. Fettel az első kanyar után ott volt mellettem, aztán muszáj voltam szélesre menni. Meg Leclerc is inkább engedtem a csiki-csukiba, hogy elmenjen, nem izéltem vele. Nem szabad izélni, tényleg az első kör az... az kritik. De piszkos rúlá vannak kopva a lágyak. Egyéb is. 12%-os mindegyik. Egy? Nekem 14 az első, de a hátsó az 12, nekem is. Ott az első, nekem 19. A 18. De várjatok, ti 4 gyors kört mentetek, nem? Én egyet. Én igen. Egyet? Q2-be 2. Megláttam, hogy bekapcsolhattam az izét, overtaker, azt hittem behányok most. Ha csipicsukuk a szépen, mert... Az gyönyörű lett volna. Rázó köve, mint az AI között, hogy gyorsítasz, mire itt kell. És én se tudok közelíteni Verstappenre. Hamilton meg ma oda van egy másik galaxisban. Nem is látom már a kis térképen, azt írja valami 5 másodpercre van tán. Ú, Miki, neked nem nyílt a DRS-ed, úgy látom. Hát nem. Er sem meg Nuku. Az a durva, srácok, hogy... Fettel itt jön, hát nem tudjuk lehagyni. Nem az van, hogy szakadnánk lefelé. Hát ilyen kopott gumikkal, Agent. Nem is lesz egyszerű. Nem is tapadok be ebbe a kanyarba. Most én is éreztem, hogy valahogy nem az igazi. Ott képes elúszni a hátulja, nem jó. Igen. Már nagyon. Sipike jól föl, nagyon nagy has itt van. Fettel mögött. De ugye az ES mennyire nem töltődik? Pedig van egy csomó komoly fékezési kanyar, amikor illene neki. Nálam még eddig egész jó. Nem merem használni. Hát akár meg muszáj, mert egyszerűen a Ferrari-ba. Nem sok kakaóval. Nyitotta a hátsó szárnyat, Kuki? Igen. Nyitottam, mert csak úgy sungolt itt mögöttem egy lopakodtuk. Nem csak meg kívülről, hátulról úgy nézett ki, hogy nem volt levegő. Tehát, hogy mint az árva lett volna. Hát én is azt hiszem, hogy időben, meg DRS-ben, benne vagy. Én hátra néztem, és azt láttam, hogy a piros az egyre közelebb jön. Ahogy jött az egyenes. De nem tapad az autó! Igen, ez a kanyar az nagyon kritik. Úgy látom, te is tapadsz Verstappenre. Igen, most valamiért ő belassult egy picit. Pedig ő közepesen van, mert annak jobban kéne bírnia. Látom, be is próbálkoztál. Hát csak benéztem egy picit. Lehet, hogy nem ez lehetett még. Volt. Azzal a lendületedet elveszted az ilyen penézelődésekkel. Muszáj, mert ha mégis csinál valami satút, akkor még van menekülő pályám. Majd
Na gyere, tesó! Sipideket hogy állnak a gumiai? 27% a bal első, 28% a jobb első, 21% a két hátsó. Szép volt. Szóval jóval jobban, mint nekem az a lényeg. Hát igen. Nagyon csúszkál. Egyébként nekem 26 az elsők és 23 a hátsó. De mégis itt... egy van az első. Többnek érzem. Hogy ezt vére hosszú egyenes, vagy kanyarban mondtam meg, vagy néztem meg, ezt nem tudom, hogy így. Hát gyerekek, igen, szerintem Loizy megnyeri. Hát ha nem lesz vele semmi, akkor ez... sima Loizy, ez győzelem. Persze, lelassult egy kicsit, nem? Van vele valami. Hát kérdez egy driver in frontot, néha szoktam mondani Jeff, hogyha valami mechanikai hibája van. Maleónak már behind. Akkor behind. Igen, nálam már behind van. Nem, csak most nagyon ráestetek. Én nem, mert nem tudom, hogy lapakodtatok ki a DRS-ből. Nekem nincsen. Megy is le órára? Elfogyott neki az út. Hanyadik körre mondta, szóval hogy kb. 9. 8-9. Nekem. Jaj, Kristóf. Jaj, de nem tapad. Majd török nagy díj. Azt hittem kiüt. Meg góla. Olyan feszítem, hogy kiüt. Két Red Bull out, az érdekes lenne. Az nagyon szép lenne. Agent a boxba. Szépen ott be voltam az ön. Ez a 5. Sőt, 17. Maeno machine to no sawa 3.5秒. Thank you.
タイヤのことは心配ない。全部大丈夫そうだ。よし、次のストップでミディアムだ。Miki is bejött. Mennyivel volt több a sebesség, Miki? Hát lejjebb vágtam a fehér vonalna. Ó, basszus. Russell megállt. Aj, rohadja meg. Legalább letöltötték az öt másodpercet, de hát... Csak így buktál vele egy csomó. Hát... Elég sokan most jövök el. De... Miki, be lehet kapcsolni a pit assistot. De itt nem az volt a baj. Kívülről, tehát külső, még a vonal előtt. Túl szűken vettem a kanyar. Jaj, értem. És így egy kanyarlevágásnak érzékeltem. Jaj, értem. De utána kiírja, hogy warning, corner cutting, előtte megbüntet, de utána warning van. Hát a harmadik warning után kéne büntetni, nem? Hát úgy kéne. Na, itt láttam rá, szóval inkább csak megforgott, vagy korrigálnia kellett, menjen tovább. Hát, így nekem az volt, hogy a óra előtt állt meg, mert... Na, most jön tovább, ahogy látom. Esett ki, utolsó előtt, 19. helyen megy. Az végig megy, Miki. Medium? Hát ha ügyes vagyok, akkor talán. Omae no lap wa mae o iku mashin o 1 byo uwamaatteru. Sono chōshi da. Most jön neki a lábcsok. Legalábbis elég sokan. Mae tono sa wa 4.4 byo. Ugye a webkamerában srácok nem vagyok túlságosan világos. Ebben Siti, illetve Kristóf, köszi. Noizy bejött a boxba. Médiumot rakott fel. Hardot? Ja nem, hardot, igen. Bocsánat. Még igen, mert keveltem, mert már addigra Verstappen elment mellette, azt. Na, de most kéne leinteni a futamot Red Bull, vagyis Honda 1-2-3. Súnya lenne. Gasly hanyadik? Nem tudom. Bassza. 12. 12, uh-huh. Mi történt, Agent? Fázsakőr. Nyugi gyorsítás. 9. egyenlőre Agent. Hát de jó, csak Miki előtt voltam. Ja? Igen, az első kanyarnál megcsúszott. Ú, de gané az. Kémi lánközi. Ott
félek én is mindig, hogy elveszítem. Meg még a hosszú DRS-es egyenes után is nagyon szeretek bekanyarodni, mert az is még egy érdekes pont, illetve az utána levő hordítónál is, ami visz hátra, az is egy undorító. Cél egyenesen elvezető, nekem is mindig mindig be akar indulni. Wakatta. Kono shūkai de stoppu da na. Mindenki volt a boxban, rajtatok kívül Leo vagy ti is? Leo nem volt. Nem, még Sipike se volt. Hamiltontól lefele már voltak viszont, szerintem. Bírjátok azzal a szofta hány százalék? 60. Uh-huh. Osztok. Hát nekem már 40 körül már irányíthatatlan volt. Hát én 47-nél alig bírtam befordulni a boxba. 56 az eleje, és 47 a hátulja. Hát körülbelül úgy jöttem be én is, igen, ilyen 53 körül volt eleje. 40 valami, de hát én nekem akkor már irányítom. Szia, Zeus! Verstappen bejött a médiummal. Szerintem sima médium hardon lesz ő is. Igen. Hát Zeus, akkor az kimarad, az az ülés. ストップだ。 Megmódulsz azzal a friss közepessel. Nem biztos, mert azért a Mercedesnek van egy jó motor erreje. Úgyhogy ez egyenesben szerintem sokat fogsz hozni. Na jó, majd, de hogyha de meglátjuk. Az utolsó 10 körben elfogy a hardom akkor. Mert hát mondjuk akkor igen. Mindegyikünk csak egy a lényeg, hogy Leclerc-et kapcsolom az ingyerősből. Mi vagyunk most így az első hat, illetve Lajos meg Verstappen csak az alj előttünk. Így van. Múlj Verstappen lágyat rakott fel. Igen? Igen. Aha. Akkor nincs gond. Folyamni fog még. Leo, kérj már létszi egy teammate státusz, hogy mondja, tudod, hogy lesz a még egy boxa, ha tudsz. A boxban vagyok, most nem tudom megkérdezni. Akkor jó, akkor majd. Teammate státusz. Mondta. Látja, biztos nem fogja befejezni. Persze valik, hogy nem. Utolsó három körben fog kijönni majd. Körülbelül, igen.
látom, hogy szép is. Béki sipi csata kezd kibóltak az ódióval. Hát az a szép az anyu, hogy... Ennyi volt. Kerülés. Jött a DNS megint, a DNS lecsapott. Persze. Meg a friss médium. Nem, meg hogy a első szektor végén ott pont megúszott alatt az autós. Meg, igen. Én csúszkálok, mint kacsa a jégen, tehát... Tényleg hard, easy, softon van first step-en. Hát akkor az kuka. Emi ott van? Ő hard. Igen. Az... Meg a mezőn többi része, így a 10-ig az hard, és mindenki volt kint most már. Driver in front. Már na izé a gumijára, ami egykörös, azt írta, hogy old. Vagy azt mondta, hogy old soft. Egykörös softra az már old. Már akkor azt lehet, hogy az időmérőn már használta. Ja, értem. Bár, nem tudom. A versenyre talán egy médiumot, meg egy hardot ad a játék, úgyhogy szerintem akkor az így használt lágyat rakott fel. Felsztappen. Hát akkor ő meg ki fog jönni. Felrak egy médiumot szerintem. Hát vagy még egy softot. Hát ha kijön, Agent olyan te környékéden fog visszajönni Verstappen. Repesek az oroktól. De jó lesz nekem, mint fog pulposkodni. Igen. Gászlő a 9-en ő is lágyom van. De valószínűleg is jön még. Hoppá. Teammate státusz? Mi történt? Hát jól most sárgát írt. Ah, jó volt, igen. Lökvákkal lassul. De. Se lepődő. Nagyon jött mögöttem. Nem süti, TCO. Há, az húz is. A Ferrari nem gyűjti. Amúgy ezt én is. Néztem is folyamatosan, hogy nem jön valami VSC vagy SC. Most suga lett volna egy SC. Most simán friss médiumra szerintem bejut volna mindenki. Leugul, még a lágyat is kinéztem volna. Éhár, hát persze, hogy ki. 13 kört mentem rajta, úgyhogy az használt volt, ugye? Úgyhogy... Egy kis nyavajás is 11 körre. Egy frissel.
Hány százalékon vagy, Miki? 27. Nekem 9. Miki, most voltam még. Driver in front. Hihetetlen. Nem mond semmit se rá. Mert egyszerűen nem közelítek hozzá. Tehát ugye ő lágyon megy. Ez a 6 is félre be van állva és kész. Jön, akkor az neked sima. Há igen, csak Hamilton meg hárdon van, és arra gondoltam, hogy esetleg ahhoz közeledünk, de nem. Hát pedig örülnék, a Hamilton is kiesne, mert akkor legalább talán egy dobogó meg lehetne. Hát annak én is örülnék. Amit annak, hogy mind a két fiatal ember innen előlem ki paterolja egymást, mondjuk. Ezek egy jól jön a bajnokság szempontjára. Jól bizony, igen, igen. すぐピットインだ。ソフトに変えるぞ。 Gasly most jött ki. Igen. A Verstappen is. Verstappen is kifog. A Raikkonen is. Nekem is az előző körben javasolt Jeff új stratégiát, hogy a 21. körben jöjjek ki lágyért. És én azt választottam, hogy jó, akkor nem jövök ki többet boxba. Most a körnek az elején szólt Jeff, hogy akkor két kör múlva várunk softra. Igen. Úristen. Szerencsés szóltam, hogy amúgy én nem akarok jönni. Ragaszkodik az elképzeléséhez. Hát, én meg a pilóta vagyok, majd én eldöntöm. Mazepint utol fogjuk érni. Ő jött ki most a boxba? A Leclerc-et. Nem, az kis Sumi. Azt láttam is. Most jött be. Kamu Leclerc most jött be. Miklerk. Miklerk? Viszont Verstappen meg egészen utol érte Hamilton. Hát nézd, nem is van, egy hétre van, azt írja. A driver in front. Nekem is. In this lap, push now. Nem, Süti, az alsó opcióra nyomtam rá direkt a... Én választottam ki, hogy az alsó opció legyen, és nem a felső. A keep current. Így van. Milyen másodpercre van Verstappen Hamiltontól? Azt kéne, hogy mielőtt még kijönne a boxba, kiütnék egy másodpercet. Uh-huh. De még hogyha arra is nyomtam, akkor is kimaradok. Nem jövök be még egy potyára egy lágyért, mert szerintem magam úgy egész jól bírja. Mikihez képest is távolodok, úgyhogy... Szerintem egész jó. Így 1-2-3 minutja. Ilyet kívánni a csapattársadnak, értsen, én nem is értem.
pontja van hozzám képesen. Inkább csak a konstruktőrő miatt mondom, hogy... tarsz a konstruktőrőre magas ívből, mi? Persze, behozhatatlan akkor. Meg is előtt Verstappen. Bejött Verstappen. Na, Ézsed, most kell nyomni. Jó, ezt szentízze, csak szólok. Most indul kifele. Bejött Sipik ellé, nem? Igen, itt van előttem. Azt a minden. Akkor... még az sincs, hogy ide mögött volna. Nagyon gyors boxolt. Azt akartam mondani, hogy így van. Nagyon elmentek így az eleje. Simán volt akkor egy box kiállás. Nem? Simán. És ráadásul most mit rakott fel? Lágyat. Médium. Nem lágy tényleg. Azt a mindenek, akkor két szoftja volt. Nincs van. Hány másodpercre van tőled, Leo? Elvileg 6-ra. Jó, hát azt le fogja találni, látja. Mit a szar? Amúgy 9 másodpercre van a originál húd szerint. Akkor annyi. Igen, 10-et ír most nekem, igen. Hát így van, Kristóf. Más lehetőségünk nincs. Meg egy látom, Hamilton most érte utol a két házt, az egyiket már le is tudta. Hiába van Hardon, még így is az övé a leggyorsabb kör. És egyszer nem tudok rá közeledni. Verstappen elveszi tőle. Mondjuk igen. Na, az süt. Driver in front. Ez a 7. 7-9. Na, ebben a körben majdnem 3 másodpercet kaptam Verstappentől. Tényleg nem mondom az enyémet. Engem 2 kör alatt meg fog enni, ez biztos. Azért próbálhatnád tartani majd egy picit. Nem adnám. Hát, ha utól érjük, vagy miért mondod ezt? Hát, mi biztos vagy szerintem. Azért nem mondom. Visszatóvó voltak a szavaid. Vagy 10 kör óta próbálok a DRS-edbe bejönni, de... Na jó, most sikerül szerintem. Most igen, most lesz az első eset. Hát érzem azt a 46%-ot.
Nem is volt össze ez a gyors kanyarba való elengedés? Igazán lájkoltam nagyon. Jó, ott állt félre valaki? Uh-huh. Nikita. Tövig nyomtad az ersedet rá. Hát muszáj! Rakétával lőttek volna ki, ilyen nitróval indultál ki. Hát ebben a Ferrari van sok kakaóval. Következő körben elkap Verstappen szerintem. Szerintem még nem. Azt mondod? Hát 4 másodpercet nem hiszem, hogy hoz rajta hirtelen, és én még most a lekörözetekkel is bajlódik. Igen, most látom, hogy egyébként még el van ott a házokkal, csak... そろそろグリップが落ち始める頃合いだ。 Ez körülbelül ugyanaz lesz. Hát ki a végét. Áh, sikor. Májni írő Masinton szava 14.1秒. Elvagytok? El. Nokoru nemlő a 4 lapp. Na, utolér. Valami izgalom neked is legyen ott. 3 körül a vége előtt nekem ez nagyon kell, még egy nyíl a hátomba. Krisztián Horner is nézi, most a hátába olyan, mint egy kés lenne, tudod? Most mi lesz? De hát szerintem jövünk a hátsó hosszú egyeneshez, és nem lesz kérdés. Három 4 tizedre van tőled, akkor az sima kikerülés lesz. Annyira van. Nyitott DRS, friss lágy.
talán Sipike megy egyedül ilyen légüres járatban. Igen. Halljátok? Utolsó kör jön. Ne. Mert még körözgetni ezen a pályán? Nem. Azt hittem már azért mondom. Verstappen majdnem ledolgozta a box kiállást egyébként Hamiltonnal szemben. Megszűnt a tapadás az eskanyarba. Én jön meg az utolsó körbe, hagy. Na, és ebben a pillanatban Hamilton megnyeri az amerikai nagydíjat, ahogy szokta. Elengedett Mazepin még így utoljára? Még elengedett. Nézzük, mit csinálnak agenték itt nagyban. Köszi Kristóf! Rityeg, rityeg ott még a... Fúúúú! Vele, agent egyenlő. Hány százalékos volt a végén? A gumit, Miki? Hát, néztem. Nem volt időm nézni. Sok. Hát az enyém a harmadik szektor, meg az első szektor csiki-csukiába vége volt, ez semmi tapadásom nem volt. De szép volt, már egy király volt, összeviszervezgettük egymást. Hányszor? Háromszor? Oda vissza legalább? Ott körül, ja. Köszi Milan, köszi Attila, köszi Dani. Ügyesek voltatok. Köszi Süt. A GG mindenkinek. Ja, szép volt. Tudjátok, mi lesz még a gyönyörű a 22-vel? Ami így eszembe jutott közbe itt, hogy írt a nemecsek. Ugye most Verstappen az egyes rajtszámmal megy a életbe. De most ha te VB-t nyersz, ezek a marhák úgyse veszik ki belőle, hogy ne választhatsz az egyes te is. És két egyes rajtszámmal fogsz menni majd a második évadodba, ha megnyered az elsőt. Vagy ha tök mindegy, mikor majd megnyered az elsőt. Hát szerintem akkor kap valami másikat. Vagy hát a fene se tudja. Én simán kinézem belőlük, hogy izé a második szezonban, ha VB-t nyersz, te kiválaszthatod az egyest, és két egyes rajszám fog menni. De majd ez akkor majd kiderül. De szerintem tuti. Ákosok, köszönöm szépen a 199 forintot. Na, hát szép volt. Nem volt most semmi olyan egetverően nagy baromság, ugye? Na.
Nekem volt három figyelmeztetés. Hát nekem a box az az 5 másodperc, az most hiányzott azért. Ja, hát az nincsen, akkor simán előttem vagy, akkor meg se közelítenek. Az kellett, hogy így megtoltam, az én megpördülésem is kellett, hogy így egymásra találjunk. Ja. És most nem volt SC-se, az biztos. Jelenleg a 22-esben a 33-as rajtszámmal van benne. Az csúnya, Baki. Kajak tényleg? De lehet majd azt is érzi, hogyha menne egy ilyen kaszni, azt majd akkor javítják ki. Hogyha a kaszni formák meg lesznek, nem? Szerintem igen. Na, a gyerekek, itt a VB állása. Közünk nincs még semmihez. Verstappen nagyon oda van. Ja. Egyébként... Ja jó, semmi, nem szóltam. Oké, hogy a francba szerzett Loisy nálam 10 ponttal többet, de hát azért, mert igen, én első lett, én meg harmad. És a leggyorsabb kört ugye elvitte Verstappen, meg... És azért... Igen, 32 pont. Jó, oké. Miki, hol vagy? 13. voltál, most már vagy a... Még mindig 13. Ó, egy pontra vagy. Igen, de most ott van legalább Gasly is, meg Gokon is, mind a kettő. Igen. Még egy futam alatt. Igen, igen. Fölök fel, amit a talajvíz. Hallod? Az a 40 pont. Lehet, de még kicsit elfáradtam benne. Az nem olyan semmi, úgy fáradt volt. Az Gökler egész évben itt volt, az 83 pontja van. Ja. Aztán csak... Hollandiától vagy gyakorlatilag. Hát, sőt, ezt nem szokta. Elejétől itt lennél, akkor kb. Ott lennél, szerintem ilyen Sipi meg Leo között valahol. Ja. Ja. Meg legalább most már C is lettem. Az Antendance ratingben. A konstruktőr az papír. Tehát ez ott az Alpine és a Ferrari még tud mókolgatni, de szerintem az első négy az már papír. Az semmi. Fix, már nem igen lesz semmi. Még a GP-re szultat megnézem, van-e valami csuda. 15, 16, 17, 18. Uh-huh. Ez jó. Valamelyik itt. 16-ban bele van javítva, és Agent be van rakva 0 ponttal az 5. helyre. Azt tudod, amikor próbáltuk, hogy csaló volt a gép, hogy engem ott izélt, elkaszált, és ott föl akartunk hozni, de mivel DNF voltam, tudod, a Szaúd-Arábia? Szingapurban. Szingapurnál. Az nekem így jó, mert a többiek, akik mögötted vannak, azok mindegyik kevesebb pontot kapott így, úgyhogy nekem ez így teljesen jó. Hát pedig pont az, hogy nem izélt bele a pontban, nekem nem adott semmit sem. Hát neked, csak Norris így nem 5. lett, hanem 6. Gasly nem 7. lett, hanem 6. Tehát így. Hát igen, majd hogy kiestél, mert ha végigmentél volna, akkor tudtad volna. Jó. Igen, akkor lehetett volna editálni, de így, hogy kiestél, így nem. Igen. Hú, gyerekek, ez a 2,5 óra csak lement így azért. Majdnem 9 óra van. Na. Jó éjszakát! Mexikó lesz. Mexikó lesz a következő. És... Mit akarok mondani? Mennyi nagy díj van még? Mexikó, Brazil, Ausztrália, Szaúd-Arábia, Kína, Abu Dhabi. Jaj, még Kína is lesz. Hat, igen, hat nagy díj. Hat nagy díj. Igen, itt kimaxoltuk. 24 futamos. Hát, mi nem annyira papír még ez a történet, akkor bocsánat. És azt hiszem, az rekord volt már néha, hogy 18 futamot lenyomtunk volna bármiből is. Volt, persze. De 24-et még biztos, hogy nem, meg 23-at. Hát ez a fej 19-e vagy 20-e, ezzel befejeztétek a igen, kópot, amit négyen csináltatok. Azt hiszem 20 vagy 21 futam volt benne. Amúgy Agent, annyit nézd már meg nekem, hogy mi az Isten, mikrofonodnak a hangerejét tudod még növelni a Discordon vagy a Windowsba? Jóval halkabb vagy a többi. Igen, Agent, jóval halkabb egyébként, igen. De szerintem csak nincs kihúzva neki a kis fütyi. Se húzom ki. Tehát azért, mert most ja, ha kihúzza, mert akkor... Igen, mert ugye TSN szoktunk lenni, és ott nincsen ez, látjátok. Tehát TSN
ha be van húzva, akkor is ugyanjön a hangom, és kihúzom, és ez a különbség. Ja. A különbség. Most van. Az erősödött. Igen. Ilyen kihúzva. Csak hát teljesen meg tökéletre szokott lenni, azt nem kell buzulni semmit, sohasem nekem azt. Talán egy picit nem változott semmit, nem tudom, lehet csak én vagyok süket. Nem, szerintem nem változott, így hogy ki van húzva. Picit talán. Hát neked, Miki, Discordon mennyire van Agent húzva? 200%-ra? 200, fúra van nyomva. Ugye megnézem én nálam. Te 124, Leo is fel van nyomva 200-ra. Agent 200-on van nálam is. Na, hát ez a jó DC, meg TS közötti különbség akkor. Na, work in progress, leveszem. Jó volt, gyerekek, szuper volt. Azt kapod majd a tiltást, mert azt hiszik, hogy a 22-vel... Hát ez nagyon úgy néz ki Agent 1-1-be, minden. Hát nem, vagy ha van különbség. Ja, jó éjszakát, gyerekek, mindenkinek, sziasztok, hali, hali. Halihó, halihó. Na srácok, köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt ezen a live-on. Nem tudom, mikor fogjuk folytatni, majd meglátjuk, jó? Hogyha holnap nem, akkor majd szerintem én külön valami live-val jelentkezek. Pénteken biztos, hogy nem. Szombatot, vasárpot meglátjuk. Úgyhogy köszönöm mindenkinek a szurkolást, legyen további szép estétek. Sziasztok! Lewis Hamilton megcsinálja!